Ferenc pápa március 27-én az apostoli palota ablakából imádkozta el a déli úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel. A vasárnapi evangéliumhoz kapcsolódóan a Szentatya hangsúlyozta, hogy nekünk is a mennyei atyához hasonló irgalmassággal kell egymáshoz fordulnunk. Ferenc pápa ismételten imádkozott a békéért és a háború azonnali befejezéséért. Cari fratelli e sorelle, buona domenica, buongiorno. Nagybőjt negyedik vasárnapján az evangélium az úgynevezett tékozló fiúról szóló példabeszédet mondja el. Ez Isten szívéhez vezet bennünket, aki együttérzéssel és gyengéden mindig megbocsájt számunkra. Isten mindig megbocsájt. Mi vagyunk azok, akik belefáradunk abba, hogy bocsánatot kérjünk. Azt mondja nekünk, hogy Isten Atya, aki nem csak visszafogad, hanem örül és ünnepet is rendez fiának, aki hazatért, miután vagyonát elherdálta. Mi vagyunk az a fiú. Gondoljunk hát arra, hogy az Atya mindig szeret bennünket, és vár ránk, fogalmazott Ferenc pápa. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Az úrangyala elimádkozása után beszédében a Szent Atya a következő szavakat intézte a hívekhez. El kell utasítani a háborút, a halál helyét, ahol az apák és az anyák eltemetik gyermekeiket, ahol az emberek megölik testvéreiket anélkül, hogy látták volna őket, ahol a hatalmasok döntenek és a szegények meghalnak. A háború nem csak a jelent pusztítja el, hanem egy társadalom jövőjét is, mondta a pápa. A Szent Atya imádkozott minden politikai felelősért, hogy gondolkozzanak el ezen, és kötelezzék el magukat a béke mellett. A meggyötört Ukrajnára tekintve értsék meg, hogy a háború minden napján mindenki számára csak romlik a helyzet. A Szent Atya beszédében így fogalmazott: elég volt, hagyjátok abba, hallgassanak el a fegyverek, komolyan tárgyaljanak a béke érdekében. Imádkozzunk továbbra is a béke királynőjéhez, különös tekintettel Oroszországra. Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy vele együtt imádkozzanak el egy üdvözlégy Máriát a mielőbbi békéért. A Szent Atya ezután köszöntötte a római híveket, az itáliai és külföldi zarándokokat, külön megemlítve a mexikói, spanyolországi csoportokat. Üdvözölte a római maraton résztvevőit is, majd elismerésének adott hangot azért, hogy az Atlétika Vatikána szervezet kezdeményezésére számos sportoló csatlakozott különböző szolidaritási kezdeményezésekhez a szükséget szenvedők érdekében. Végül Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy éppen 2 évvel ezelőtt ugyancsak a Szent Péter térről emelte fel könyörgését a pandémia mielőbbi végéért. Ma ugyanezt tette a hívekkel együtt az Ukrajnában dúló háború végéért. A tér kijáratánál a hívek tiszteletbeli példányt kaphattak abból a könyvből, amelyet a COVID-19 Vatikáni Bizottsága kommunikációs dikasztériummal közösen valósított meg, és amely arra szólít, hogy a nehéz pillanatokban imádkozzunk félelem nélkül, mindig bízva az Úrban. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.